Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus föltámadásának örömében, a Húsvét 8 napos ünneplésének 6. napján, amikor is ebben az esztendőben egyúttal településünk, városunk újra alapításának 288. évfordulóját ünnepeljük. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, alpolgármester urat, az önkormányzati képviselőtestület és bizottságok tagjait, tisztelettel köszöntöm a Városháza munkatársait, szeretettel köszöntöm országgyűlési képviselő urat, mindazokat az intézményeket és szervezeteket, amelyek településünkön működnek és képviseltetik magukat, a társ egyházak lelkipásztorait, kedves híveket, kedves vendégeinket és mindenkit, aki a mai napon velünk együtt ünnepel. Külön köszönöm a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak, hogy ünneplésünkről, közös imádságunkról hírt tudnak adni az emberek, a hívek, a lakókörnyezet, a város, a település polgárai felé és minden jó akaratú ember felé. 288 esztendővel ezelőtt egy érsek, Patacsics Gábor érsek úr alapította újra a települést, amely azóta is fönnáll és töretlen fejlődési ívet honosít meg a történelmi viszontagságok ellenére is. Ezt a szentmise áldozatot én világi vezetőinkért, városvezetőinkért, illetve a város polgáraiért, továbbá elődeinkért ajánlom föl és mutatom be, beleértve a most velünk élőket, városunk polgárait, családjait, fiatalokat, időseket, mindannyiunkat, illetve tiszteletre méltó eleinket, generációk, nemzedékek sorát, akik élték, művelték és jobbá, szebbé tették a települést. Mindazokért hálával imádkozom, akik dolgoznak azért, hogy élhető település legyen és maradjon Kecel, és itt mindig legyen helye a szabadságnak, a vallásosságnak, az emberi kibontakozásnak, az összefogásnak, az értékeknek, erényeknek, hagyományosan és a keresztény értékeknek is, a családoknak, a jövőnek és a közös munkálkodásnak. Így imádkozunk városunk újraalapításának évfordulóján, mindannyiunkért, közösségünkért, jövőnkért, jelenünkért, hálatelt szívvel visszatekintve múltunkra. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőség. Mindenható örök Isten, te húsvét szent titkában a kiengesztelődés szövetségét kötötted meg az emberekkel. Add, hogy amit ünneplő lélekkel vallunk, életünkkel valóra is váltsuk, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Péter és János apostol a béna meggyógyítása után még beszéltek a néphez, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást. Letartóztatták tehát Pétert és Jánost. Mivel azonban már esteledett, másnapig őrizetben tartották őket.
Azok közül, akik a beszédet hallgatták, sokan hívők lettek, úgy, hogy a férfi hívők száma elérte az 5000-et. Másnap összegyűltek Jeruzsálem előjárói, a vének és az írástudók, Annás főpap, Kaifás, János és Sándor, meg mind, akik a főpapi nemzetségből valók voltak. Előállították a két apostolt, és vallatóra fogták őket. Miféle hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt? Akkor Péter a Szentlélekkel eltelve így válaszolt. Népünk előjárói, és ti, vének, halljátok! Ti most magatok elé idéztek minket, mert egy nyomorék emberrel jót tettünk. Kérdőre vontok, kinek a nevében gyógyítottuk meg? Hát tudjátok meg mindnyájan, ti és az egész választott nép, hogy annak a názáreti Jézus Krisztusnak nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Az ő segítségével áll itt ez az ember egészségesen. Ő az a kő, amelyet ti az építők elvetettetek, de mégis szeglett kővé lett. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, mivel irgalma örökké megmarad. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad. A kő, amelyet az építők félre dobtak, íme az vált szeglet kővé, mindezt az Úr vitte végbe, csodálatra méltó a mi szemünkben. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel írmarma örökké megmarad. Húsvét tiszta áldozatját, a hívek áldva áldják. Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk atyát. Élet itt a halál, s a pölkentnek láttam glóriáját. Angyali tanúkat, szenvedőt és gyolcsokat, eltámadt reményem Krisztus, Galileába elétek feltámadott, és diadalmas, hogy össze.
ezen mi is örüljünk, Krisztus legyen reményünk, kírje eleison. Halleluja! Halleluja! Ezt a napot az Úristen adta, újjongjunk és vigadjunk rajta. Halle, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Föltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, mellék nevén Didimus, vagyis Iker, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték föl, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik: vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Ki is vetették a hálót, és alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: az Úr az! Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való föltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az evangélium igéi. A katolikus egyházban a nagy ünnepeket megelőző napoknak általában szokott lenni
különleges karakterisztikuma, különleges jelentősége, hiszen még nem történik meg a nagy ünnep, az holnap lesz majd, de ma már a nagy ünnepnek az előszobájában vagyunk. És ehhez mindig lelkületet és tartalmat társít a katolikus hit, a katolikus hagyomány, illetve a katolikus egyháznak a Szentírásból vett ismeretei. Két nagy ünnep, ugye a karácsony, meg a húsvét a katolikus egyházban, és vannak még nagyon nagy ünnepek, de ez a kettő a tengely, amelyen fordul a kereszténység is egyúttal. Karácsony előtt van Ádám Éva napja. Olyan különleges nap, alig várjuk már, hogy bekövetkezzen a karácsony, és valóban Ádám Éva napjának az estéjén, az éjszaka fényeivel megérkezik a karácsony, hiszen erről az éjszakáról van szó, amikor megszületik az Úr, december 25-ére, virradóra, születésnapját ünnepelhetjük. Ugyanez van a nagy szombattal is, a húsvét előtt. Látszólag egy különleges olyan nap, ami tele van az ember számára forgataggal, jönni, menni kell, takarítani, főzni, vendéget várni, előkészülni, vásárolni, mindenféle dolgokat még elintézni, mert estétől, nagyszombat estétől már a sötéttel belelépünk a húsvétnak a vigíliájába, a húsvétnak az ünnepébe. De mégis az Ádám Éva napnak is van karakterisztikuma, és a nagyszombatnak is van karakterisztikuma. Ádám Éva napjának az a tulajdonsága, hogy az ősszülőknek a vétke, az ősszülőknek a bűne, az egész emberiségre átháramló eredeti bűn a közvetlen oka annak, hogy a megváltásnak meg kell születnie, a megváltásnak el kell jönnie erre a világra. Vagyis Ádám Éva napján a közvetlen kiváltó okra még utoljára rátekintünk. A bűn miatt kell valakinek megszületnie, aki rendbe teszi a bűnnek a kérdését, megszabadítja és megtisztítja az embert. Ráadásul a nagyon régi, több mint egy évezredes keresztény hagyomány úgy véli, hogy Ádám Évának a napja, ugye a zsidóság életében is valamelyest megkülönböztetett nap volt, megemlékeztek valahogyan az ősszülőkről, sőt, a sírjukat is számon tartották, feltételezett több ezer éves, talán az Úr Jézus idejében már több mint 3000 éves sírjukat is a zsidó időszámítás szerint tudni vélték, hogy hol található. De erre majd még visszatérünk. Szóval karácsony előtti napon a bűnre, a kiváltó okra kell a figyelmet irányítani, hogy igazán tudjuk értékelni annak a személynek az eljövetelét erre a világra, akinek másnap a születésnapját ünnepeljük. Hát a nagy szombat is ilyen, méghozzá nagyon hasonló. Nagypénteken meghalt az Úr a kereszten, és eltemették még azelőtt, hogy az este fényei megérkeztek volna, így a nagypéntek az első nap, az Úr halálának a napja, és a második nap a nagyszombat, a harmadik meg már a húsvét napja, a föltámadásnak az ünnepe. Látszólag nagyszombaton semmi nem történik. Látszólag nagyszombaton az Úr Jézus sírban fekve várja a húsvét hajnalát. De nagyszombaton is keresztény hagyomány Szentírásból merített kiinduló pontokkal úgy véli, hogy igenis történik valami. Nagy dolog történik nagyszombaton. A hitvallásban imádkozzuk, hogy szálla alá poklokra. Az Úrnak a föltámadása előtt volt még dolga a poklok tornácán. Tudniillik, ki kellett szabadítani azokat, akik üdvösség híján várták a pokol tornácán a szabadulást. Az Úr Jézus nagypénteki keresztáldozata után alászállván a poklokra megszabadította azokat az igazakat, akik ott már nagyon régóta várták a föltámadást. Úgy tudja a keresztény hagyomány, hogy az ószövetségi igazakért, az ószövetség szentjeiért elment az Úr, alászállt a poklokra,
megtörte a pokol hatalmát, a pokol tornácának a zárát föloldotta, és elhozta onnan azokat, akik igazak voltak, de az ő keresztáldozata előtt költöztek el ebből a világból. Mert akik utána költöznek el ebből a világból, azokat már az ő föltámadása vezeti a mennyország felé. Nagy szombat is egy nagyon mozgalmas nap. Csak látszólag van nyugalom nagy szombaton. Az Úr örök istenségével, Isten fiúi méltóságával, erejével és hatalmával a látszat mögött is dolgozik, a színfalak mögött is dolgozik. Miért mondtam ezt el, miért vontam párhuzamot húsvétkor a karácsonnyal? Hát, sokan már rájöttek menet közben. A nagyszombatot azért említettem, mert nagyszombaton írta alá Patacsics Gábor érsek 1734-ben az újratelepítésnek a pátensét, azt a fajta parancsát, amely elindította ezt a folyamatot. A látszólagos nagyszombati tétlenségben és nyugalomban egy érsek aláír és lebélyegez egy iratot. És annak utána évszázadokra szóló következménye van. Mint ahogyan az Úr is elment az igazakért, ez az érsek is kiválasztotta az igazakat, akikkel újra telepíteni akarta ezt a települést. És sok-sok más kis faluból, városból, környékről ide hívta azokat, akik meg akartak telepedni a kalocsai érsek birtokán, és itt egy települést akartak létrehozni békében, együttműködésben, a halálnak, a pusztulásnak az évszázadai után, a török uralom után, a halálnak és a kárhozatnak a látszólagos győzelme után, a megsemmisülés, az elnéptelenedés és a kihalás után új életet hoztak erre a vidékre. Egy érsek nagyszombaton aláír egy iratot. Messze menő következményei lettek. Az Úr Jézus is nagyszombaton aláírt egy iratot a pokol tornácán, amikor kiengedte az ószövetségi igazakat az üdvösségre. Másikat azért hoztam föl a karácsony előtti Ádám Éva napját, mert bár ennek a párhuzamnak nem biztos, hogy mindenki örülni fog, de én nem hagyhatom ki. Én ismerek még egy települést, amelyet ugyanilyen különleges napon alapítottak. Nem nagy szombaton, a húsvét előtti napon, hanem a karácsony előtti napon alapítottak, pontosabban nem alapítottak, hanem emeltek városi rangra, és indulhatott el annak a településnek is, Kecelhez képest 38 évvel korábban az újra települése, a fölemelkedése. Azt nem egy érsek írta alá, hanem egy császár, akit mi magyarok királynak tartunk csak, hiszen Magyarország államformája akkor királyság volt, így az osztrák, Habsburg, német, római császárokat a magyarok előszeretettel királyozták le, hiszen számunkra csak királyok voltak. Első Lipót császár 1696-ban, december 24-én, Ádám Éva napján emeli városi rangra és indítja el az újkori fejlődését Baja városának. Azért is vontam ezt a párhuzamot nagy merészen, mert személyemben a harmadik Bajával is kapcsolatba hozható papja van Kecelnek, ezt a kártyát egyszer muszáj volt kijátszanom, és úgy gondoltam, hogy ez az esztendő kiválóan alkalmas rá, hiszen amikor ide kerültem, akkor én a városi létről, a civitasnak és az urbsnak a létmódjáról megérkező köszöntő beszédemben nyilatkoztam, utána több járványhullám következtében nem lehetett ünnepelni a településünk újra alapítását, de most lehet újra ünnepelni. Akkor egy császár, király aláír egy dokumentumot, ami elindít egy várost, és május 1-től megyei jogú város. A mi településünk is elindult 1734-ben, és fejlődik töretlen íven át, annak ellenére, hogy milyen viszontagságok voltak a Kárpát-medencében
az elmúlt évszázadokban. Mind a két településben közös még a városi lét és a nagy ünnep előtti napon történő alapításon kívül az, hogy ezt viselik a címerükben. Bajaváros címere Ádám Évával és azzal a bizonyos paradicsomi fával ékes címer, kék és sárga alapokon, némileg hasonlatos színvilágban, mint Kecelnek a címerek, Kecel címere pedig a bárányt viseli magában. A húsvéti báránynak a motívumát, amely lábaival a három halmon áll, és kezében vagy melső lábában ott van a föltámadásnak és az örökké valóságnak kereszt áldozati szimbóluma, vagyis a kereszt. Ezért is kértem meg az enyémeket, hogy tegyük ki ezt a szimbólumot a mai napon, hiszen Kecel alapítása a húsvéthoz, az élet újjászületéséhez kötődik, ahhoz, hogy a bűn és a halál fölött győztes Krisztus megnyitja a halál tornácán, a poklok tornácán ülők számára és minden ember számára az üdvösséget, és az ő isteni bárányként bemutatott áldozata mindannyiunknak egy új élet, egy új időszámítás, egy új jövő, egy új összefogásnak a kezdete. A bárány motívum Szent János evangéliumában és a Jelenések könyvében különösen hangsúlyosan szerepel. A Jelenések könyvében több oldalnyi bárányjal kapcsolatos részt találhatunk, amelyek az Úr Jézusnak, mint húsvéti báránynak az áldozatát, a győzelmét és a vele tartó igazaknak a boldogságát, örömét és méltóságát hirdetik. A húsvéti bárány, a húsvéti újraalapítás ékes üzenet és jelkép. Ezt egyébként jelenlegi érsekurunk is megfogalmazta egy nagyon igényes kötetben, amely azt a címet viseli, hogy Kecel és Imrehegy katolikus öröksége. Ehhez írt elő szavában az érsek úr különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy éppen húsvétnak előestéjén történik az újraalapítása ennek a településnek, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy a húsvétnak a hitében, a föltámadásnak az örömében, Krisztusnak a győzelmében kell erőt merítenünk, és összefogást tanúsítanunk a jövő érdekében. A nagy ünnep előestéje már utalás a nagy ünnepre, és megmutatja nekünk az ünnep igazi természetét, létesítő okát és előzményét is. Így amikor mi egy újraalapítást ünneplünk, akkor ez több generáción átívelő üzenet, bátorítás, felszólítás és kötelesség nekünk, hogy a mai világban is így munkálkodjunk, a mai társadalmat is így szolgáljuk, a mai jövőt is így építsük, és a múltunkhoz, az elejünkhez, a gyökereinkhez híven, azt megőrizve, arra tovább építkezve tudjunk azon az úton járni, amelyet egy érsek, egy alapító levélnek az aláírásával és a napnak a megválasztásával kijelölt ennek a vidéknek, az ezen a vidéken élő embereknek, közösségeknek. És az érsek döntésének a próbája az idő, az időt már kiállta. A három évszázad, amelyhez közelítünk az alapítástól számítva, már mutatja azt, hogy milyen nagy formátumú döntés volt ez az érsek részéről, és hogy milyen fejlődésnek és milyen kibontakozásnak nyitott utat. Nekünk az a feladatunk, hogy ebben, a mai napon, a mai világban kivegyük a részünket, helytálljunk és tovább folytassuk. És a bárány, a húsvéti bárány, a föláldozott bárány, de a halálon diadalt arató bárány, az ott van velünk. Az Úr Krisztus győzelme, az Úr Krisztus áldozata, az Úr Krisztus diadala, az nekünk kiinduló pont, reménység, az életünk megújítására, a látókörünknek a szélesítésére, a bizalomra, az örömre, a reményre és a biztonság tudatra okot ad. Így ünnepeljünk
a mai napon büszkén, így legyünk hálásak érsekurunknak, annak idején érsekurunknak és mai érsekurunknak is, ki szintén szívén viseli a településnek a sorsát, aznak a papságnak, amelyik évszázadokon keresztül szolgálta a települést, és csodálatos papi életpályákat mutatott föl Kecelen, és legyünk hálásak eleinknek, akik beállva a generációk rendjébe és sorába tették a dolgukat, művelték a földet, tartották az állatokat, készítették a mindenféle iparos munkákat, élték ennek a településnek a világát, leírták, megörökítették, ránk hagyták mindazt, amitől Kecelt Kecelnek nevezhetjük, és amitől Kecelnek nem csak múltja, hanem jövője is lehet, ami Kecelnek a jövőjét is megalapozza, és képessé tesz minket arra, hogy ebben részt vegyünk, közreműködjünk, és együttműködjünk. Hálatelt szívvel és örömmel a húsvétnak az örömében álljunk föl, és imádkozzunk együtt, közös könyörgéseinkkel, mindannyian azt válaszolva, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Kérjük mennyei atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk föltámadt Urunkkal. Hogy egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét. Hogy az egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről. Hogy mindnyájan az odafönt valókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a tett dicsőségedben. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Városunkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat. Elhunyt elődeink örök üdvösségéért kérjük Urunkat. Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és föltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesedhessünk Krisztus, ami Urunk által. Isten hazánkért térdelünk elődbe, ród bűneinket jóságoddal földbe. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyháza vára. Istenünk, valósíts meg bennünk olyan változást, ami a húsvét adományaiban végbe megy. Add, hogy földi szenvedélyek helyett a mennyország vágya töltsön el minket, Krisztus, ami Urunk által. Ámen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nekünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a cselekedet. Köszöntsétek egymás a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok,
akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, őrizd megváltott gyermekeidet folytonos atyai jóságoddal, hogy akik fiat szenvedése árán megszabadultak a bűntől, az ő föltámadásán örvendezzenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Szent misét követően megkoszorúzzuk a városháza mellett Patacsics Gábor érsek úrnak a szobrát. Ő miatta van egyébként korona Kecel város címerén, hiszen ő arisztokrata, grófi családból származván adhatta a településnek a saját birtokán ezt a rangot, hogy koronát is, grófi koronát viselhessen a település a címerében, illetve ami szalagot a bárány alatt láthatunk, annak két magyarázata is lehet a halmokon túlmenően. Az egyik az a szalag, amit méltóságuk jeléül viselnek az emberek magukon, és erre van írva a település elnevezése, a másik pedig a stilizált tekercs, vagy iratra utaló szalagszerűség, amely mindig az alapítást, az okirat, kibocsátást jelképezheti a címerekben. Mai napon a koszorúzást követően, hiszen nem csak a város alapításának van ünnepe, hanem pénteki nap is van, az Úr keresztáldozatának mindenkor napja a péntek, így a város házától, a szobortól elvonulunk egy másik szoborcsoporthoz, a temető főbejáratával szembeni Kálvária szoborcsoporthoz, amelynek ünnepélyes átadása és megáldása következik körülbelül 3:45-től, ahogyan szépen nyugodtan odaérünk. A város ünnepnapján a városnak egy ékességét, a Kálvária szoborcsoportot, amit
nyugodtan tekinthetünk műemlék jellegűnek is, hiszen helyi védettséget is élvez településünkön az átadása, kézenfekvőnek látszott ez ünnepi alkalommal, és méltó is, hogy péntekre esvén a városnapja az Úr keresztáldozatáról is méltó módon megemlékezünk, emlékeztetőül az Úr keresztje nagypéntek, az Úr föltámadása húsvét vasárnap, és a kettő között van a nagy szombat. Az ember élete is a kereszttől a föltámadás felé tart. Mindenkit nagy szeretettel várunk erre a két követő ünnepségre is, utána pedig szerény fogadást tartunk a kereszt megáldását és átadását követően. Még egy érdekességet és egy apró örömöt szeretnék mondani, mielőtt papi áldásomat adnám. Az egyik érdekesség, hogy 1734-ben, ezek szerint akkor április 22-ére, ilyen késői áprilisi napra esett a nagy szombat, és akkor a húsvét 23-án volt. Én szerényen megjegyzem, hogy a húsvét időszámítása szerint már csak egy nappal lehet technikailag később a húsvét, tehát április 23-án lehet, és még 24-ére eshet a húsvét. Tovább már nem tolódhat a húsvét ünnepe, csak az utolsó dátum az április 24. Ennek is talán van egy jelképes üzenete, hogy az utolsó pillanatban, de a megfelelő kezdő pillanatban újra alapítódik a település. Akkor, amikor egészen-egészen kitolódott már a török dúlás, a Rákóczi szabadságharc küzdelmei, és az utána eltelő időszak évtizedek is, a megfelelő pillanatban, néhány évvel megelőzve a környékbeli településeket, újra alakul ez a település. Szinte az utolsó pillanatban, de a tökéletes pillanatban, az isteni gondviselésben. És az apró öröm, amely naptárszerűen az én szerény tudásom szerint nem mostanra esik, de az esztendő folyamára esik, ha jól tudom, az a várossá emeltetésnek a 25. évfordulója. Bízom benne, hogy ebben az esztendőben a járványhelyzet lehetővé teszi azt, hogy méltó módon tisztelekhessünk ezelőtt az évforduló előtt is. Így adom mindenkinek örömmel, hálatelt szívvel, köszönettel papi áldásomat, és kérem, hogy maradjunk együtt, és tartsunk továbbra is össze az ünneplésben, és legyen meg köztünk az ünnepnek az öröme, a találkozásnak és az összefogásnak az öröme. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja. Yeah.